Hazánk észak-keleti részén, a Tisza völgyében, ahol a nyírség homokbuckái átsurannak a beregi tájba, ott helyezkedik el ez a kisváros, Vásárosnamény. Még fiatal város. 1979. január 1-ével lett azzá. Várossá fejlődését segítette földrajzi környezete, továbbá, hogy Bereg 42 ezer lakosának ellátási és igazgatási központja, de egyúttal a közel 10 000 lakosának munkát, életfeltételeket nyújtó település. Fiatal, de régi település. Okmányokban neve 1214-től ismert, a története során ősi kultúrák fölhalmozódásának és társadalmi küzdelmeinek lett a szintere. A szabadságküzdelmeknek mindig helyet adó település. Dózsa György paraszt felkelésének leverése után a hűtlensége miatt bűnhődik. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc itt adta ki híres pátensét, a közügyek szolgálatára toborozva. 1848-49 forradalmi és szabadságküzdelmeibe innen indult Uszkai László, Madarász László, Lauka Gusztáv és 1919 munkásforradalma direktóriumának tagjai itt is megfogalmazták a proletáriátus érdeke szerint való változások igényét. Vásárosnamény a századok rakta súlyos örökségtől a felszabadulással 1944. október 30-án szabadult meg. A népi demokratikus fejlődést követő szocialista átalakulás meghatározta a gazdaság, a kultúra, a település fejlődésének irányát, és egyúttal meggyorsította azt. A szocialista gazdasági alapok megerősödése nyomán bontakozott ki a község öntörvényű fejlődése. A hullámzásai ennek a folyamatnak 3 évtizeden át elvezettek a városiasodás kibontakozásához. A megyében első között alakult meg a vízműépítő társulat, és a lakosság összefogásával épült a vízmű. Ezt követte később a csatornázás, a csapadékvíz és a szennyvízelvezetés, majd 1978-ban a tisztítómű megépítése. Három település, Gergely-Gornya, Vásárosnamény, Vitka 1969-ben történt egyesítése gyorsította a fejlődést, és 1971-ben nagyközségi státusz adott keretet a köztevékenységnek itt is. A fejlődés ellentmondásainak egyike, hogy a városiasodás elsősorban Vásárosnaményban jellemző, másutt erős a falusias jelleg. Az ellentmondások feloldása segített meggyorsítani a városiasítást, az értékrendek megváltoztatását, az értékminőség folyamatos alakítását. Az elsődleges, az anyagi szükségletek kielégítésére törekvés elkezdődött, és az emberi életminőség változásainak segítése kötelesség. Az ipartelepítés kapcsán felgyorsult változásokkal bővült a kereskedelmi hálózat, az infrastruktúra. Felgyorsult az eddig elmaradt lakásépítés is. Nyíltak, ahol a magánerős építés kapott lendületet. 1980-ban gázvezetékkel bővült az ellátás. Thank you.
fontos szerephez jutott a környezeti kulturáltság, a település arculatának formálása. Ahogyan munkával, pénzzel az infrastruktúra fejlesztéséhez hozzájárult a lakosság, úgy a társadalmi munka mindig gyarapító lett a környezet alakításában. Így nyert több ízben megyei harmadik díjat, egy ízben országos oklevelet a város településfejlesztő társadalmi munkával. Vásárosnamény fontos közlekedési csomópont is. A vasútvonal e térségben mindössze 4 települést érint, és így lett fő közlekedési eszköz Berekben az autóbusz. 170 járatpár teszi lehetővé valamennyi település megközelítését Lónyától Pusztadobosig, Gemzsétől Beregsurányig. Az ipar itt a szükséges társadalmi feltételek és a nyersanyagok hiánya miatt nem alakulhatott ki. Csak téglagyár, szeszfőzde, fűrészüzem jelentett ipart e tájon. A szocialista iparosítás folyamata változtatta meg itt is a vidék arculatát, hozott ipart, munkahelyet és nyomában változó életlehetőséget. ...1968-ban mintegy 400 millió forintos beruházással épült a faforgáslapgyár, és lett a város legjelentősebb üzemévé. 670 főt foglalkoztat magas műszaki színvonalon termelve. Termelési értékük meghaladja az évi 600 millió forintot. Termékük egy részét tőkés piacra exportálják. Jelenbeni megújulás folyamata ebben az üzemben, hogy a hagyományos forgáslap mellett előállítanak felületkezelt forgáslapot, és felkészültek a víz és tűzálló forgáslap és lakóépületek elemeinek gyártására is. Évtizedek óta sorozatos gazdaváltással keresi helyét és szerepét a Medicor jelenlegi gyáregysége. Javítottak ki traktort, gyártottak elektroakusztikai gépeket, később sokáig írógépeket, most pedig gyógyászati segédeszközöket. Az átállást követően a dolgozók létszáma 428 fő, és az elmúlt másfél év alatt az átképzés irányított folyamatában 45 fő szerzett betanított munkás, 61 fő szakmunkás, 21 fő második szakmából szakmunkás bizonyítványt. Fakanáltól a szalag mellé, tudósítottak 1973-ban a lapok a Vörös Október ruhagyár vásárosnaményi települőnek hőskoráról. Valójában akkor mintegy 300 beregi lány és asszony, később a korszerű nagyüzem megépítése után már 600-an,
szervezett nagyüzemi körülmények között exportképes termékek, férfi öltönyök előállításával forgoskodta. A mozdulat elemzésre épített munkaszervezet, a helyi szakmunkás és vezetői garnitúra kialakítása reményt keltően alapoz megélhetést, biztonságos jövőt. Az üzem gyáregységi létéből fakadó gond, hogy az itteni átlagkeresetek azonos teljesítmény mellett is elmaradnak a VOR budapesti, nyíregyházi, székesfehérvári, fehérvári üzemei mögött. A korábban e vidéken teljesen ismeretlen iparág, az üveggyártás meghonosítása kezdődött el 1979 végén az üvegipari művek vásárosnaményi gyára telepítésével. Kezdetben mintegy 100-an dolgoztak. Betanításukat Ajkán és Salgótarjánban végezték. Az energiaátállás földgázzal történő stabilizálása, a munkaerő jelenléte további fejlesztést tett itt is lehetővé. Elkezdődött az ólom alapanyagú kristálytermékek gyártása. A korábban szép kelyhek és a tömegtermékek mellett az export lehetőségeket biztosító ólomkristály gyártása további, ma is tartó bővítéseket tett lehetővé. Így a munkás létszám meg négyszereződött. Jövőre utaló mozzanat, hogy itt helyben létrejöttek szakmunkásképzés feltételei is, üvegcsiszoló és üvegfúvó szakmában. A többi üzemhez viszonyított kereseti lehetőségek egy-egy szakmában kialakították egyéb körülményekkel együtt a törzsgárdát. Az üvegcsiszoló kezei közül sok szép beregi motívumot is magánviselő termék kerül ki külföldi vásárlókhoz. Közelmúltban épült korszerű kenyérgyár, mely gondoskodik a város és környéke kenyér és péksüteményekkel való ellátásáról. A tájra jellemző gyors fejlődés egyik hordozója lett a Vörös Csillag termelőszövetkezet. Közel 3000 hektáron a hagyományos növénytermesztés és állattenyésztés mellett vezető üzemág lett az almatermesztés. Bővülő az ipari jellegű melléktevékenység is, de foglalkoztatási lehetőséget nyújtanak 750 aktív és 640 nyugdíjas TS-tagnak biztos megélhetést. A gazdálkodásban pedig a korszerű termeléstechnikai eljárások, az iparszerű termelési formák nyomán 140 millió forintot meghaladó termelési érték segít jövedelmezővé tenni a gazdálkodást. Meghatározó az almatermesztés, mintegy 800 vagon almaterem évente. Büszkeségük egy mutáció nyomán kifejlesztett Naményi Jonatán fajta alma. Haladással is lépést tartva, mind korszerűbb gépek segítik az emberi munkát a FEFAG 1963-ban létesített gyárában. Jelenleg a megyebeli almatermesztés segítő ládagyártás mellett raklapokat is készítenek. Közel 400 elsősorban szakképzetlen ember foglalkoztatásának nyújt kenyérkereseti lehetőséget.
város területén túl 9 község kereskedelmi ellátását is szervezi a Vásárosnaményi és Vidéki Áfész. Jellemző a régi elavult üzlethálózat, így az ország első szövetkezeti áruháza itt létesült. A megújulási folyamat viszont itt is elkezdődött. Új üzletek nyíltak, s a régiek egy részét korszerűsítették. Meghatározó továbbra is az Áfész tevékenysége. Szép példája a korszerű ABC áruház megépítése és az áruellátás fejlesztése. Jellemző, hogy a többszektorú ellátásra való törekvés a mennyiségi ellátás mellett minőségit is hozott. Részese a városi kereskedelemnek az Ofotért, élelmiszerkereskedelmi, zöldért vállalat, a Varsánygyürei termelőszövetkezet. Mellettük 27 magánkereskedő és 2 kisvendéglő segít az ellátás színvonalának emelésében. Magánkereskedelem és vendéglátás a versenyképesség fokozásával is jeleskedik az ellátás javításán túl. A Vegyesipari Szövetkezet jelentős szerepet vállal a lakosság szolgáltatásában. Kiegészítő tevékenységként motortekercserő részleget hoztak létre, hol exportra is termelnek. Jelentősen nőtt a lakossági szolgáltatás a gépjármű javító üzletsorral és a Hirexel. Az egészségügyi ellátás feltételei folyamatosan jöttek létre. Az alapellátása 5 korszerűnek mondható körzeti orvosi rendelő, 2 gyermekkörzeti orvosi rendelő, új egészségház áll rendelkezésre. A közvetlen gyógyítás a 230 ágyas kórházban történik. Ez utóbbi az egész térség ellátását teszi lehetővé az egyre javuló személyi és tárgyi feltételek között. Fiatal a város, s fiatalok a lakói is. A róluk történő gondoskodás szükségszerűvé lett. 420 kisgyermek intézményi gondozását, nevelését 6 óvodában végezzük. ...1350 fő az általános iskolai tanulók száma, akiket 3 iskolában oktat, nevel 91 pedagógus. Legkorszerűbb a Vásárosnaményi iskola. A középfokú oktatás gimnázium és szakmunkásképző iskola jelenti. A gimnáziumban 320, a szakmunkásképzőben 300 fiatal tanul. Az iskola történet emlékeit őrzi az Ötvös Kúriában elhelyezett iskola történeti múzeum. Évi 40 ezer látogatója van a Beregi Múzeumnak. A múlt hagyatékának ápolása, bemutatása, tudományos érvényű feldolgozása egyre több érdeklődőt vonz. Az állandó kiállítások anyaga, így a munkácsi vasöntvények, a népi textíliák, az iskola történeti anyag
a beregi ember régi életét bemutató anyag mind-mind vonzó a látogatók számára. Messze vidéken híres a beregi keresztszemes hímzés mintakincse, egyedülálló motivumbankja. A kultúra múltból örökölt hagyományainak őrzésére, a művészetek pártolására nagy gondot fordít a város. A népművészeti hagyaték megőrzésének egyik szintere a művelődési központ, másik a Városi Tanács házasságkötő terme. Schmidt Sándor fafaragó népi iparművész tevékenysége a fafaragó táborok vezetésével és egyéni faragásaival egyaránt tanúsítja, hogy a ma embere nem élhet meg a múlt humanizálása nélkül. Meggyőző, hogy ősi korok megtartó erejű művészete miként gazdagít. Bizonyára hamarosan beépül a megye idegenforgalmi vérkeringésébe a házasságkötő terem Schmidt Sándor fafaragó népi iparművész életműve. A térség közművelődésének irányító bázisa lett az elmúlt évtized alatt a Városi Művelődési Központ. Nevéhez híven az aktív művelődés háza is. 21 művelődő kisközösség közel 2000 tagja gyarapíthatja benne ismereteit. Kiemelkedő benne a nyugdíjasok klubja, a kertbarátok klubja, de meghatározó erejű lett a zenei műveltség gyarapításában a fesztiválkórussá fejlődött Liszt Ferenc vegyeskar és a fúvós együttes tevékenysége. Országhatárokon túl szereplésekkel vitték hírét a városnak. Állandó jellegű közösségi művelődés mellett több időszaki tevékenységnek is helyet ad a ház. Rendszeresek a színházi előadások és filharmóniai koncertek. A művelődés szórakozás mellett igen fontos a pihenés. Ennek egyik szintere a közelmúltban épült melegvízű strandfürdő, melynek flóros, jódos víze a jövőben jól hasznosítható lesz gyógyászati és idegenforgalmi szempontunkból egyaránt. Részben az idegenforgalom megalapozása a célja a 230 fős úttörő tábornak. Nyaranta több ezer gyermek szervezett pihenését, szórakozását biztosítja. Cseretábort szerveznek más megyebeliekkel, lengyel és csehszlovák pajtásokkal. A Tiszaparton kempingtábor épült mintegy 500 fő elhelyezésére, ahol a szolgáltatás feltételei is egyre bővülnek. Vonzó lett a vidék, mert a kevéssé megbolygatott természet, a Tisza itt még iható tiszta vize, az aranyfényű nap, a bársonyos homokpad azzá tette. Ezrek látogatják. Környezet, a szemlélet folytonos változása természetszerű az emberek érdekében. Akik tömör egyszerűséggel dolgoznak, s veszik tudomásul, hogy itt a végeken mindenért duplán kell megdolgozni, mindenért nagyobb árat kell fizetni. De munkál bennük a többre törekvés szándéka, a cselekvés vágy. Híd vezet a fejlődés útján a vizek városához. Híd vezet a jövőhöz.